Hello, sziasztok! Nézzük már meg, hogy egy ilyen Saxo London kabát, ami szürke, miért jobb az áráért, miért dolgozik meg egy crop, ami szürke kabáttal szembe. Ha nézzük át először. Tessék, szürke kabát. Van benne válfa, az nem tartozik hozzá, szóval ez egy teljesen külön dolog. És egy croppos szürke kabát. Most azért valami azért látszik így rögtön a két ujján. Ennek nagyon tetszik az anyaga mondjuk. Tapintás és vizalomgerjesztőbb. Van ott egy cuki kis címke. Mondjuk az új vég, ez használt, a Saxo meg zsírúj. Az új végét egy picivel normálisabban oldották meg. Hát nem picivel, sokkal, mert ez azért elég tré. Ez. Meg az, hogy egy szürke kabátnak kék a belseje, ez már csak a crop ízléstelenségén múlik. Na, belső. Belső dolgok. Hát itt is azért van különbség. Ugye a Saxo eldolgozása. És a crop. Arról nem beszélve, hogy ezen még a cipzár védő, egy ilyen patentolható rész is van. Ugye, ha felhúzod a cipzárt, akkor még így be is tudod így patentolni. Ezen nem. Nem csak összehúzod a cipzárt, ez befúj a szél. Ez egy dolog. Na, zipzárok. Műanyag a kroppéknál. Nem volt tele gond. És itt is egy műanyag zipzár. Logós. Cukorborsó. Nem tudom, hogy jobb-e rosszabb. Patentok nagyon jól néznek ki. Az is azért ott van. Kapucnin van ilyen szűkítő kroppéknál. Van Saxoéknál is. Csak mert azt is igényesebben sikerült nekik eldolgozni, mint ahogy mindent. Meg hát nem próbáltak ugyanolyan kabátot gyártani, csak úgy pont eszembe jutott, hogy két szürke kabátot összességében így megvizsgálok. Szintén ezt is be lehetne, ezt nem lehet alul szűkíteni. Itt a derekat szintén be tudod húzni, az egész alját be tudod a Saxónak húzni, ne fújjon be a derekadra a szél, itt nem. Vannak ilyen kis extrácskák. Ezen van egy fényvisszaverő matrica, bármilyen hihetetlen ez a felirat, ez fényvisszaverő jellegű. Aztán, hogy ez hogy néz ki emberen, legyünk én az ember mondjuk, vegyük föl melyiket először a croppot. Amikor fölveszem, rögtön így kibudjan így az ujja, a rühellem, szóval ezt így mindig visszahúzkodni. Szóval kicsit bonyolultabb bele az öltözködés, de ugye begomboljuk. Szóval ő így néz ki, meg kéne valahogy a kicsit a látószöget növelnünk. Talán. És így talán meg tudom magamat mutatni, igaz, hogy torzít az egész. Próbálom a telefonnal nézni. Gomboljuk. Most a méret is szintén M-es. Ez egy kicsit olyan hurkásabb kabát. Nincs vele semmi gond, egy szürke kabát, de most akkor bújjunk bele abba a Saxóba, vagy még föltegyem ezt is, hogy ez ilyen tök jó, hogy elfordulsz benni, és biztos meg lehet húzni, ugye meg lehet húzni, azt beszéltem, nem tudom mennyire sikerülne, de nincs meghúzva, mert akkor meg nem tudod lehúzni a hajadról, öltözzünk át oda. Saxo belebújás is hasonló, itt is érdemes az ujját visszahúzni, hogy valahogy rajta legyen, annyira nem szörnyű, meg ráadásul legalább nem egy kék valami van, ami kilóg, meg szintén a nagyobb szögű beállításokat, de mindjárt be is gombolom. Emberibben néz ki, ugye? És ugye most még nincs bekapcsolva, és a zipzárra rá tudod kapcsolni ezt a szélvédő részt, nagyon kis csini zsebjei vannak, és amit akarok mutatni, nem tudom mennyire tudom a saját seggemet mutatni ebbe, így egy kézzel, azért olyan kis feszesebb, peckesebben, elegánsabbra sikerült ez a szürke kabát nekik, és akkor még van egy kapucnink, ami szintén itt akadályod, és szintén el tudod fordítani benne a fejed, úgyhogy ezt is meg kell húzni, az, hogy tudjad használni. Hát, szürke kabát, VS szürke kabát videónk. És attól függetlenül, hogy ez, ebbe azért úgy jobban érzi magát az ember olyan, szebbre sikerült, na mindegy. Na ez volt a Saxo VS crop kabát videó. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!